Üdvözlök mindenkit, Geszti Karolina vagyok, és ez a Közös gondok és válaszok című beszélgetős műsornak a második alkalma. A gazdik szavazatai alapján ezen alkalommal a kutyatámadások és azok kezeléséről fogunk beszélgetni. Nagyon várom a kérdéseket, amire kíváncsiak vagytok, ha éppen nem hangoznál a műsor alatt. Még mindig nem sikerült megoldanom ezt az technikai problémát, hogyha üzenet érkezik, akkor közel kell hajolnom egy kicsit ehhez a telefonkütyűhöz, mert nagyon pici, ezt nézzétek el nekem, remélem, hogy a következő alkalomra ezt a hibát is ki tudom javítani. Hát kezdjük azzal, hogy ti szavaztátok meg ezt a témát. A másik, ami egy szavazattal maradt le, az talán a jövő heti témánk lesz, de ez megint szavazásra lesz bocsátva, az pedig a szeparációs stressz. Miért mondom ezt? Hiszen stresszről beszélünk ezen esemény kapcsán is, hogyha egy embert vagy egy kutyát megtámad egy másik kutya. Azt gondolom, hogy az első, amit meg kell beszélnünk, hogy bármilyen ilyen esetben, amikor titeket megtámadnak, akkor a tanúgyűjtés az nagyon fontos, hiszen a te szavad a másikkal szemben lehet, hogy kevés lesz. Érdemes, már amennyire az embernek lélek jelenléte van, körbe tekinteni, és kicsit tudatosan kezelni ezt a helyzetet, és megpróbálni emlékezni arra, hogy milyen körülmények voltak adottak, tehát hogy ki volt az a személy, aki esetleg, ha ismered, akkor a nevét, a pontos címét, adatait meg tud neki adni, már ha ismered, hogyha nem, akkor mindenképpen a kinézete, a kutyája, a helyzet maga, mert ahhoz, hogy ez be tud jelenteni, és mindenképpen jelenteni kell, erről is beszélni fogunk, ahhoz pontos, nagyon pontos személyleírás kell mondanom mind a kutyáról, mind pedig a gazdáról, illetve az adott körülményről és helyzetről. A tanúgyűjtés pedig azért fontos, hogy alá tudják támasztani azok az emberek, akik esetleg látják ezt az esetet. Hogyha nem láttok tanút, vagy nem tudjátok bevonni esetleg ebbe a dologba, járókelő és odébb is ment, és nem foglalkozott ezzel, ami szerintem nagyon szomorú, de tapasztalataim szerint az emberek azért segítőkészek, és még adott esetben meg is érkeznek a segítségetekre, hogy ha ténylegesen összeugrott kutyákról van szó, akkor segítséget nyújtsanak. Erről is lesz szó, hogy ezt miként és hogyan. De egyelőre beszéljünk arról, hogy csak a jegyzeteimet tekintem, de akkor én ide veszem magam elé, hogy mindenképpen rendőrt kell hívni. Ugye ahhoz, hogy ez egyáltalán egy működőképes feljelentés legyen, ugye, ahhoz kell a rendőr, ugye, akinek ezt a feljelentést teszed, kell ugye, hát, vagy létezik egy támadó fél és egy elszenvedő, úgyhogy gondolom te, mint elszenvedő fogsz segítséget kérni, vagy rendőrt hívni. Tudom, hogy ez egy nagyon stresszes helyzet, nagyon nehéz mindenkinek, a kutyának is, a gazdának is, de ha rendőrt hívsz, és adott esetben tanúkat is tudsz gyűjteni, és nagyon odafigyelsz arra, hogy a körülményeket és teljes pontos személyleírást tudjál adni, akkor jobb esetben, a jövőre nézve, az az ember valamilyen szinten azért felelősségre vonható. Ez nem egy szép dolog, mert előfordulnak véletlenek. Bármilyen esetben megijedt az én kutyám, ő szalad oda esetleg egy olyan kutyához, aki pórázon van, és nem feltétlenül kompatibilis, és úgy harapják meg a kutyámat, vagy... Hát ezerféle eset van, gondolom a kérdések alapján, ami még nem érkezett, fogok tudni válaszolni különböző esetekre. De nézzünk egy ilyen általános dolgot, hogy mi az, amire mindenképp szükség van, mondom, a tanúgyűjtés, a személyleírás és a rendőr híváson kívül. Ha van lehetőséged, akkor érdemes képet készíteni, vagy egy videófelvételt az elkövetőről, mert az is egy bizonyíték természetesen,
mondom, nem könnyű egy ilyen élethelyzetben nagyon tudatosnak lenni, de azért csináltuk ezt a műsort, és ti azért szavaztátok meg ezt a témát, hogy egy kicsit tájékoztatva legyetek, és lehetőségetek nyíljon egy szakszerű végkimenetelt lefolytatni. Tehát a videó és a kép az mindenképpen bizonyíték, azt érdemes használni. Ezen kívül bizonyíték egy orvosi szakvélemény. Tehát, hogyha olyan helyzetbe kerültök, hogy megtámadnak titeket, és sérülést okoznak a kutyátokon, vagy rajtatok, emiatt is kell a rendőrt hívni, ugye, akkor az első dolog az az, hogy elmegyek egy állatorvoshoz, hogy megnézze a sérülésnek a mértékét, a gyógyulási idejét, vagy bármit, mert az is bizonyítéknak számít, illetve hát a számla, mint olyan, hogy milyen típusú, vagy milyen mennyiségű, vagy fokú kárt okozott neked adott esetben a másik fél. Ahhoz, hogy ezt ténylegesen ugye meg tud tenni ezt a feljelentést, ahhoz kell a bejelentő és a sértettség, ezt így nevezik, és akkor fognak csak a rendőrök eljárni egy ügyben. Ezért kell a tanú, ezért kell a bizonyíték, ezért kell a videófelvétel, és mondom még egyszer, lehetőség szerint, ha nincs más lehetőséged, nincs rád a telefonod, nem volt tanú, stb., nagyon-nagyon pontos személyleírást adni az illetőről és a kutyájáról, illetve a körülményről, hol történt pontosan, akár GPS koordináták. Volt olyan történet, amit megosztottak velem, hogy az erdőben támadta meg őket egy kutya, és a gazda, tudatos gazda lévén, információk birtokában, mert sajnos már nem egy ilyen esetem volt túl, ezért ő jó utána nézett, és tisztában volt azzal, hogy a nagyon pontos leírás, az mennyit számít egy ilyen esetben, úgyhogy előkapta a telefonját, és konkrét GPS koordinátát is meg tudott adni, illetve hát a kutyának a kinézetével, a GPS koordinátával együtt be tudták lőni azt, hogy milyen területről szökhetett esetleg ki az a jószág. Ugye törvény szerint te neked kötelességed olyan biztonságos zárt területen tartani a kutyát, hogy ne okozhasson másokban kárt. Ha ezt valaki elmulasztja, akkor bizony felelősségre vonható. És manapság azért elég sok önsétáltató kutyával találkoztunk már, gondolom ti is, én is, nem egy esetben minket is megtámadtak, és jó lenne, hogyha ezeken a dolgokon tudnánk változtatni, mert senkinek nem jó egy ilyen helyzet. Igazából úgymond a támadó félnek sem jó, hiszen lehet, hogy nem tudta, hogy a kutyája kiszökött, nyitva maradt a kapu, kiásta magát a jószág, szóval egy kutyatámadás az nem feltétlenül szándékos, ugye, mert ahhoz ugye az kellene, hogy azt mondja, hogy csibész vagy fog meg, vagy nem is tudom, az megint nagyon ritka. Nézzük tovább, hogy mi az, ami esetleg még fontos lehet ebben az esetben. Jó. Na, hát nézzük, hogy csatlakozott hozzánk Zsuzsa és Gábor. Sziasztok! Örülök, hogy nézitek ezt a műsort. Ha bármilyen kérdésetek van, kérlek, ne habozzatok. Hozzászólásba nyugodtan tegyétek fel a kérdéseiteket. Nagyon szívesen válaszolok, ha tudok. Hát ez a téma főleg mindjárt eszembe jut, jogi szempontból lenne érdekes, de ebben nincsen igazán nagy tudásom, úgyhogy azt tudom nektek átadni, amit én megéltem, ahogy megéltem, a kezelését adott esetben, amikor konkrét támadás ér, akkor mit ne csináljatok, és mi az, amit csináljatok. Tehát vegyünk akkor egy általános esetet, jó? Sétálok a parkban, az én kutyám pórázon van, szociális alapjáraton senkit nem támad meg, és egy normális kutyáról beszélünk, és megtámad minket egy szabadon lévő kutya. Ugye, mert abban az esetben történik általában nagyobb probléma, amikor az egyik kutya az nincsen pórázra rakva, vagy a és per meg, vagy
a gazdája sajnos nem tudja behívni az adott helyzetben. Üdvözlöm Klaudiát és Tamarát, örülök, hogy ti is nézitek a műsort. Nektek is mondom, nyugodtan jöhetnek a kérdések, az elhangzottakkal kapcsolatban is folyamatosan, mert szívesen válaszolok rá. Mivel csak most csatlakoztatok be, ezért gyorsan elmondom az összegzést, ami eddig elhangzott. Tanúgyűjtés nagyon fontos minden kutyatámadás esetén, mert ahhoz, hogy feljelentést lehessen tenni, ahhoz kell egy bejelentő, és kell a sértettségről egy pontos leírás. Tehát csak ebben az esetben fognak a rendőrök eljárni. Nekünk azért fontos, hogy eljárjanak a rendőrök egy ilyen ügyben, hogy jobb esetben csökkenthessük az ilyen eseteket, hiszen mindenkinek stresszes egy ilyenen keresztül esnie. Ahhoz, hogy eljárjanak a rendőrök, és ténylegesen történjen valami, ahhoz pontos személy és kutya leírás szükséges. Nézzük csak. Igen, megosztották a videópartit, remélem, hogy mások is közben csatlakoznak, és tényleg várom az összes kérdést, ami az elhangzottakkal kapcsolatban, vagy ami bennetek felmerül. Tehát a pontos, nagyon pontos információk fontosak, tehát akár egy kép vagy egy videó készítésével, ha van lélek jelenléted, azzal bizonyítékot tudsz majd felmutatni. Állatorvoshoz azonnal el kell vinni a kutyát, és ott is a számla, illetve egy szakvélemény fogja bizonyítani ezt az esetet. Ami még nem hangzott el, hogy vissza lehet tartani a támadó felet. Mit jelent ez? Abban az élethelyzetben, amit felvázoltam nektek, tehát én sétálok, hórázon a szociális kutyámmal, és egyszer csak megtámad minket egy kutya, akit nem tudott a kutyája vagy a gazdája behívni. És nem tudsz képet készíteni, és nem tudsz videót készíteni, és nincsenek tanúk, akkor is, ameddig valaki rendőrt hív, ugye segítséget hisz, ha nincsen a telefon, de ha van nálad telefon, és akkor hívod ugye a rendőröket, addig is, de visszatarthatod azt a valakit, aki a gazdája ennek a kutyának. Ugye, ha nincs gazda, akkor sajnos nem tudunk igazán mit csinálni, mert az is elhangzott, hogy létezett ilyen eset is, és a kutya pontos személy leírásával és a GPS koordinátákkal abszolút meg lehetett határozni, hogy honnan is szökött ki az a jószág. Üdvözöllek, Klaudia, téged is! Örülök, hogy csatlakoztál. Ha van kérdésed, neked is elmondom, mindenképpen tedd föl, szívesen válaszolok rá. Tehát sétálok a kutyámmal, megtámadtak, bármilyen sérülést okozott nekem a másik fél, nagyon oda kell figyelnem a következőkre. Én, mint gazda, soha nem nyúlok a két kutya közé, mert én magam is megsérülhetek. Ugye ebben az esetben, ha én megsérülök, és ezt a rendőröknek elmondom, ők mentőt is ki fognak küldeni ezzel a rendőrökkel együtt, tehát ki fognak jönni a mentők is, és ott azonnal ugye egy helyszíni vizsgálatot fognak végezni rajtad, a kutyádon nem, úgyhogy őt mindenképp állatorvoshoz kell vinni, ahogyan elmondtam. Hogyan is kezeljük azt, amikor a kutyánkat megtámadták már a fizikai részét? Ugye azon túl, hogy nem nyúlok soha a két kutya közé, nehogy én is megsérüljek, illetve nehogy úgymond megzavarjam ezt az eseményt azzal, hogy megpróbálok ugye közéjük nyúlni, mert adott esetben pláne egy jól szocializált kutya az én kutyám, ő az, akit megzavarhatok ebben, és lehet, hogy nem fogja tudni megvédeni magát, mert érzi azt, hogy te is ott vagy, és ott van a kezed, és talán nem akar megharapni. Azért ez ritka, hiszen olyan stressz alá, sokk alá kerülnek ilyenkor a kutyák, pláne az, akit ugye megtámadtak, tehát az elszenvedő fél, hogy az se tudja, hogy hol van a világa. Mi az, amit semmiképpen ne csináljunk? Ugye a példa, hogy én pórázon sétálok, és megtámad egy póráz nélküli kutya. Ezt az eseményt, hogyha te egy tudatos gazda vagy, valamilyen szinten azért előre látod, mert érkezik feléd egy nem túl barátságosnak tűnő jószág, és a körbenézel, vagy üvöltözik utána a gazdája, vagy pedig nincs körülötte semmilyen kétlábú. Ebben az esetben nagyon fontos, és felhívom erre a figyelmet, el kell engedned a pórázt. Ez így furcsán hangzik, de hogyha megnézitek a
az interneten különböző videókat, akkor ott látszik, hogy a legtöbb esetben a legnagyobb hiba, amit a gazdák elkövetnek, hogy borzasztóan ragaszkodnak a pórászhoz, hogy a kutya mellettük maradjon, azt általában húzzák és fölfele húzzák ezzel folytva a saját kutyájukat, aki megint csak képtelenné válik az önvédelemre. Tehát ez egy nagyon helytelen cselekedet, ami sajnos automatikus válaszreakció a gazda részéről, de most, hogy nézitek ezt a műsort, talán remélem nem kerültök ilyen helyzetbe, de ha mégis talán eszetekbe fog jutni, hogy el kell engedni a pórázt. Ha el van engedve a kutya a pórázon, el tud menekülni. Ha szociális kutyád van, akkor valószínűleg haza fog menekülni, vagy egy ismerős helyre, hogyha nem, akkor is valószínűleg ugye csippesztetve van, valaki megtalálja, sokkal nagyobb eséllyel fogod őt így visszakapni, mint hogy esetleg pórázt tartva a kezedben nem adsz esélyt az önvédelemre, akár ugye a menekülésre, és sajnos nagyon-nagyon szörnyű történeteket is hallottam. Volt olyan kutya, aki ebbe belepusztult. Példa, amit én hallottam, és nagyon nagy hírverést is kapott az interneten, gazda sétált pórázon a kis apró kis farkasával, mármint tudjátok a Canis lupus familiarisával, ezt most így ki sem tudom mondani, ezt az latin szót egy kis magyaros raggal, minden esetben a családhoz tartozó farkas, ugye a kutyának a latin neve, tehát kis farkasával sétált az említett személy, és egy kerítés mögül támadt ki rá egy kutya. Azonnal elkezdte halálra rázni szerencsétlen kis apró jószágát, és ő meg tartotta a pórázt, mert azt gondolta, hogy azzal védelmet tud nyújtani. Sajnos ez az eset nagyon rosszul végződött, és az adott kutya vissza is, be is rángatta azt a kiskutyát a saját területére. Szörnyű lehetett egy ilyet megélni, ez egy borzasztó nagy trauma, és ugye hát a kutya nem élte túl, tehát belőle ezt már nem kellett kiszedni, mint traumát és stressz helyzetet, de a gazdában elég hosszú ideig megmaradt. Úgyhogy ettől mindenkit óva intek, hogy a pórázt tartsa, engedje el, inkább meneküljön a kutya. Ha előre látod az eseményt, akkor semmiképpen nem szabad a kutyádat felkapni így az öledbe. Az a másik nagyon-nagyon helytelen cselekedet. Miért? Azért, mert a kutyák világában az az egyed, akinek a négy lábát el tudod emelni a földtől, akkor ő egy zsákmány állat lesz, ezt így nevezik. Tehát, ha én fölkapom a kiskutyámat, akkor zsákmányt csinálok belőle. Tehát addig nem is vették észre az egyéb kutyák, ebben az esetben biztos, hogy felhívod a figyelmet arra, hogy neked van egy úgymond gyenge egyed a birtokodban, és arra mindenképpen támadni fognak. Illetve az a kutya, amelyik ölben van, azért elég nagy lesz az arca, és ha a felemelés nem volt elég figyelemfelkeltő, akkor is a morgó és reakciót adó kutya, aki ugye fel van pörögve a gazda támogatása által, az mindenképpen fel fogja hívni a figyelmet rád és a kutyádra, és ebben az esetben, mivel közel van a testedhez, te is megsérülhetsz. Ugye? Tehát ez duplán veszélyes. Tehát a kezedből is ki lehet rántani azt a kutyát, illetve ha nem érik el a kutyát, és ez tényleg így reagál és morgulódik, az mindenképpen, tehát be is mindenképpen támadás áldozata leszel, és ezt szeretném, hogyha elkerülnénk. Tehát két dolgot nem csinálunk. Nem tartjuk a pórázt, és nem kapjuk fel a kutyánkat. Mi az, amit tehetünk? Elengedjük a kutyát, és síper sebességgel próbáljuk ugye megtalálni a gazdát, illetve, ami még lehetséges, ha én előre látok egy ilyen eseményt, akkor vannak bizonyos testtartási technikák, amikkel meg tudom talán előzni a közelgő veszélyt. Ha ez egy kóborkutya, mert velünk volt egy ilyen esemény, amikor sétáltam a kis falkámmal, négy kutyával a érden egy ilyen, nem tudom, ugye mondom, egy vonat sinek melletti területen, beton is volt, zöld fű, és ott azért elég sok a kóbor jószág, és már messziről láttam, hogy érkezik egy kutya,
nyakörv, póráz minden nélkül, és hogy hiába néztem körbe, nem láttam senkit, aki esetleg hozzá tartozhatott volna. Egyelő, akkor még nem tudtam, hogy kiféle, miféle. Az volt az első dolgom természetesen, hogy a kutyáimat, akik szabadon voltak, mert ott el is lehetett őket engedni egy adott területen, meg nekem ugye 100%-ig behívható kutyáim vannak, illetve a falkasorrend köztünk is teljesen egyértelmű, hogy az irányító én vagyok. Ebben az esetben ugye magam mögé tudtam őket parancsolni, és elő tudtam lépni, mint védelmező. Ugye látjátok, hogy ki is húzom magam, illetve most én megpróbálok szembefordulni, ugye hát itt sétálgattunk, így el voltunk, és ahogy megláttam ezt az eseményt, automatikusan előjött belőlem az anyaoroszlán, kihúztam magam, és minél nagyobb testfelületet próbáltam mutatni afelé a kutya felé, aki közeledett hozzánk. A szemkontaktust is igyekeztem tartani, és elkezdeni lassan közeledni felé, mert ez a kutyák világában egy fenyegetés. A legtöbb kutya genetikailag kódolva nem agresszív. Tehát sajnos ez egy rossz nevelés, vagy rossz kiképzés, értem ez alatt az őrzővédő kiképzést, tehát ennek az eredménye, mert úgynevezett rossz kutya az nem létezik. Agresszív kutya sem létezik. Olyan van, hogy elrontottam valamit gazdaként, és annak a kutya látja kárát. A normál esetben, mondom, kódolt információként, Janacsi, ismét itt van a macskám, azt már az előző műsorban is tapasztalhattátok, hogy ő egy állandó kellék. Tehát, hol tartottam? Pillanat, csak egy kicsit megzavart ez a jószág, de nyugodtan segíthettek a kérdésfeltevéssel, vagy egy válaszadással, hogy hol is tartottam. A kutyatámadás és a megnövelt testfelület, az idegen jószág, a fenyegetés, ajaj, hát nem mindegy, akkor folytassuk onnan, ahol egyébként eszembe jut. Tehát elindultam a kutya felé, és minden nagyobb testfelületet próbáltam mutatni. Közben eszembe jutott, hogy ennek kapcsán, hogy hol is tartottam. Tehát a legtöbb kutyába kódolt információ, hogy kölyköt és szukát azt nem bántanak, mert ugye hát az a jövő generációs lehetősége, hogy azt mindegy, nem érdekes, tehát igen, az a jövő és a következő generáció, tehát az így kódolt dolog, hogy ilyen egyedeket, azokat nem bántanak, még a kanok sem. Ugye hát kutyatámadás, vagy összeugrás, az leginkább általánosságban kanok között fordul elő, pláne tüzelési időszakban. Tehát ami még azért javasolt, hogy ilyenkor akkor is fogjuk pórázra a kutyánkat, hogyha azt gondoljuk, hogy behívható, mert lehet, hogy elveszi az eszét esetleg, az aktuális esemény, ami ugye körbeveszi, vagy a tüzelő szukáknak a szaga, és lehet, hogy egy olyan viselkedést fog folytatni, amit még mi magunk sem láttunk előre. De maradjunk a kis példánknál. Ami elhangzott, az elhangzott, most már ezt nem ismétlem meg, de sétálok, pórázom van a kutyám, megtámadtak minket, nem nyúlok közé, elengedem a pórázt, semmiképpen nem kapom föl, itt tartottunk. Ha ennek ellenére a te kutyádat valamelyik másik kutya harapja, és eljutott oda, hogy fizikai közelségbe kerül, akkor mi az, amit még nem szabad csinálni? Ugye közéjük nem nyúlok, a fejét ütlegelni teljesen feleslegesen ütlegeli a másik fél, illetve nem mindegy, hogy milyen hanghordozást csinálsz igazából egy ilyen helyzetben. Tehát sipítozni és sikoltozni és jajveszékelni abszolút nem szükség, vagyis hát nem érdemes, mert csak felspanolod igazából azt a támadó felet, mert hogy megijedtél. Tehát az ijedelem érzetének lehetőleg ne adjál hangot, mert ilyen formán ugye a kutya, amely támadó kutya tudatában ti egy gyenge falka vagytok, akit úgymond el lehet pusztítani. Ugye egy olyan kutya, amelyik támadást intéz egy másik kutya ellen, mondom, szerintem egy helytelen kiképzés, ugye kiképzés, nem nevelés, mert ez már sehol sem nevelés, annak az eredménye, úgyhogy valaki ott abban a helyzetben hibás, és természetesen nem a kutya lesz a hibás, hanem a gazda, úgyhogy
Én javaslom azért ezt a feljelentés dolgot, amiről a műsor elején beszéltünk, miként és hogyan, ezt mindenképp tegyétek meg. Mi az, amit tehetünk, hogy megvédjük még a kutyánkat, ha már konkrétan benne van egy ilyen támadásban, egy ilyen harcban? Ha ott van a másik gazda, akkor természetesen lehető legnyugodtabban megkéred, hogy próbálja behívni a kutyáját, ami valószínűleg nem fog neki működni, hiszen addig sem működött. Akkor, amit tehetünk, és lehet, hogy most ezt a macskámon fogom megmutatni, nem biztos, hogy tetszeni fog neki, de majd meglátjuk. Tehát amit mi tehetünk, hogy hátulról közelítjük meg a saját kutyánkat, hogyha a saját kutyánk szociális és jól működő képes, és őt akarjuk védeni, és nincsen a másik gazda a közelben, akkor a támadó kutyát kell megközelítenünk, mondom, hátulról, és ez nagyon fontos, és megfogni, ha van rá lehetőséged, megfogni a bokáját, a fölött egy kicsit, és ki kell őt emelni. Mert ahogy kiemeled, elveszíti az egyensúlyát. Jó van, nagy ügyes vagy, köszönöm. Elveszíti az egyensúlyát, és valószínűleg abba hagyja a harapást és a támadást, maximum téged akar majd megkapni, és hátra fog fordulni, viszont azért kell a bokáját megfogni, mert akkor elég távol vagy a kutya fejétől, és semmiképpen nem okoz neked sérülést a támadó kutya, támadó fél. És addig tudod szorítani a lábát, ugye egy ilyen stressz helyzetben az adrenalin miatt jóval erősebbek is vagyunk, ha jól meg tudjuk ragadni a hátsó lábakat, és ki tudjuk emelni fölfelé, ezt esetben el is tudjuk őt fordítani az oldalára, az meg megint egy kérdés, hogy az eszetekbe jut-e, vagy megcsináljátok-e, mennyi nagy ügyes volt-e. De akkor ti is védve vagytok, illetve, ahogy említettem, mivel ki van billentve a kutya az egyensúlyából, ezért abba hagyja a támadást. Nagyon-nagyon ritka az az eset, hogy ez a technika nem működne. Ezt talicskázásnak hívom, vagy hát annak nevezik, mert kicsit olyan, mint amikor a gyerekek ugye ezt a talicskázós játékot játsszák, és nagyon sokat segíthet, amikor konkrét harapásról van szó. Egyéb lehetőségeink. Amikor olyan típusú kutya támad meg minket, aki valamilyen formán ugye a gazdája által tudatosan van kutyatámadásra nevelve, mert előfordulnak ugye ilyenek, abban az esetben arra vannak tanítva ugye a kutyák, hogy ne engedjék el ezt a szorítást. Létezik egy olyan tévhit, hogy a kutya szájzárat kaphat. Én úgy tudom, hogy ez nem valós ez az információ, tehát nem azért nem engedi el, mert szájzárat kap, hanem azért nem engedi el, mert nem akarja elengedni. Amit nekünk meg kell akadályozni mindenképpen, az az úgynevezett halálra rázás. Az, amikor ilyet csinál a kutya. Mert az adott zsákmány, amit ő megszerzett, ugye, azt megpróbálja a földre rántani, és ezzel a rázással, ahogy a nevében is benne van, megölni ugye a zsákmányát. Na most, ha ebbe a halálra rázásba, ebbe a fejmozgatásba belekerül a támadó fél kutya, akkor nagyon nagy sérüléseket tud okozni, mert ugye a bőr és a húszszöveteket kezdi el gyakorlatilag szaggatni, és ezt nekünk el kell kerülni. Amit ebben az esetben, ha a talicskázós módszer nem működne, de mondom, legtöbb esetben, olyan százalékos arányt nem biztos, hogy mondanék, de egyszerűen 80%-ban működik, ha tényleg konkrét harapás megszüntetését szeretnéd, ez működik, de ha ez nem sikerül, és megpróbáltad, és a kutya nem reagál, és nem kap hátra, és ugye akkor tartanád tovább, de nem sikerül, akkor a következő, szintén hátulról közelítve, meg kell fognom az ő nyakát, és lehetőleg tartanom kell. Tehát szűkítenem kell a helyet minél jobban, jobb esetben jönnek mások is, és mondani kell nekik a gazdának is, jöjjön közelebb, minél közelebb vannak ugye az emberek ehhez az adott fájthoz, és nem húzzák szét a kutyákat, hanem csak lenyomja a fejét a támadó félnek. Tehát itt nem a saját kutyád, a szociális kutyádról van szó, hanem őt próbáld védeni, hogy elengedje a másik jószág. Tehát ne kell megfogni a fejét a füle tövénél, tehát ott a marjánál,
és két ujjal, ugye az egyik legerősebb ugye a hüvelykujjad, le kell szorítani a támadó félnek a fejét. Most ezt lehet, hogy megpróbálom megint a macskával bemutatni. Gyere ide, Nacsi! Gyere, Nacsi! Ügyes vagy, gyere, cica! Nagyon ügyes, cica, mica! Pillanat! Gyere ide, szívem! Mégis használlak egy kicsit, gyere, édesem! Tehát most pont háttal van a jószág, meg tudom mutatni azt a pontot, hogy itt van a füle, és a nyaka, ami itten folytatódik, ott, ahogy becsatlakozik a, így mutatom, az állkapocs ide a füléhez, ott a legközelebbi felső pontot kell neked tudni megfogni, ugye mutatom is szemből, tehát megfogod, ugye azzal együtt itt hát ugye ez egy kicsi állat, valószínűleg egy nagyobb kutya fog titeket megtámadni, tehát nem a fejét fogom, mert megharapnak, hanem az a részem leginkább hátul van, és a hüvelykujjamat teszem ide a füle közé, és elkezdem lenyomni az ő fejét. Bocsáss meg, cica, úgy sajnálom, anya, ne arad úgy. Ügyes voltál, jól van. Bocsánat. Egy macskán mutatok be egy kutya támadást, de hát ő egy ilyen kis kutya cica, illetve hát anatómiailag ilyen formán azért mégiscsak helytálló. Tehát lenyomom a támadó félnek a fejét, ezzel megakadályozva a halálra rázásnak az elkezdését. És azért is szűkítem a teret, mert ha nincsen helye, hogy ugye a fejét mozgassa, de stabilizálni próbálom igazából ezzel a lenyomással az ő fejét, akkor nem fog akkora kárt okozni, ha esetleg tartja is a te kutyádat, mint amennyit a halálra rázás esetén okoz kárt ugye a fizikai sérülés. Amit még tudunk tenni a talicskázáson és a fejlenyomáson és az előre látott esemény esetén, ugye a megnövelt testfelülettel és a haladással, az pedig egy, mindjárt mondom neked, hát ami nem szerencsés, ezt azért még elmondom, mert hogy szokták azt is mondani, hogy a nemi szervre irányuló támadás az kizökkenti a kutyát. Hallottam ilyesmit, én magam soha nem csináltam ilyet, mert ha minket láthatóan meg akar támadni egy kutya, akkor én a megfelelő fellépéssel el tudtam ezt hárítani. Remélem, hogy ti is sikerrel jártok. Megfelelő mély hanghordozásban el tudjátok zavarni a támadó felet, mert ahogyan mondtam, a kutyák alapvetően nem agresszívek. Ha a környezetében úgy látja, hogy zsákmány van és bekapcsol, akkor is ki lehet ebből zökkenteni egy ilyen támadó testtartással, minél nagyobb testfelülettel, mert akkor látja azt, hogy te jóval nagyobb vagy, tehát nem biztos, hogy érdemes veletek összeveszni. Ehhez biztos emlékeztek már, vagy nem is tudom, automatikusan jön az emberből, hogy így mondja a másik fénynek, hogy menj innen! Ugye? Tehát, hogy már elpróbálja elzavarni, és abban van egy ilyen kinyílás, ugye, meg egy felé mozdulás. Na most ezt tényleg nagyon, egy jóval tudatosabban, egy mély hanghordozásban, rövid, csattanásszerű hanggal kellene tudni közölni. Tehát nem elég úgymond visítozni és magyarázni, menj innen, menj innen! Mert a magas hangok inkább figyelemfelkeltő módon jutnak el a kutyának a tudatába, és nem pedig támadási jelleggel. Tehát mély csattanásszerű hangot próbálok meghallatni. Mész innen! Valami ilyesmi. Ezt gyakorolni érdemes otthon, akár egy palackon, vagy a tükör előtt, én nem is tudom, de magától nem fog azért ez a dolog ugye automatikusan kijönni belőled egy ilyen helyzetben. Javaslom, hogy ezt a mély hanghordozást így gyomorból próbáljátok meg gyakorolni, mert egy ilyen helyzetben nagyon hasznos. Illetve amit tudtok gyakorolni szintén a tükör előtt, az, hogy egy adott testtartásból hogyan tudtok minél nagyobbnak tűnni. Hogyha kabát van rajtatok, mert épp olyan időszak van, akkor, és látod előre ezt a kutya támadást, és eldobtad a pórázt, ha pórázon volt a kutyát, ha nincs pórázon, magad mögé utasítod, azonnal szólsz neki, magad mögé utasítod, és hogy kinyitod a kabátodat, és megmutatod, mint a mutogatós ember, annál nagyobb testfelületűnek tűnsz, ugye? Tehát annál veszélyesebbnek. Érkezett egy kérdés, úgyhogy ezt most elolvasom. Jó,
Igen. Tehát amikor a kutyák ugye verekednek, általában össze-vissza pörögnek, és össze is szoktak gabajodni, hogy ilyen esetben hogyan válasszuk szét őket. Köszönöm a kérdést. Ahogyan elhangzott a műsorban eddig, mindenképpen hátulról közelítjük meg a kutyát, és segítséget hívunk, hogy tudjuk szűkíteni a teret, és tudom, hogyha így pörög egy jószág, akkor azért nehéz mit csinálni, de ha tudatos vagy, például egy játékos esetben tudsz gyakorolni, amikor ugyanígy játszanak a ti kutyáitok valakivel, a saját kutyádon tudod ezt gyakorolni, hogy hogyan kapd el a hátsó lábát, és hogyan emeld ki. Mert ez az egyik legjobb, ez a talicskázós módszer, az egyik legjobb megoldás, technika arra, hogy elengedje a másik felet, még ha a te kutyát támad akkor is, ugye ha nem a te kutyát támad, hanem őt támadták, és nincs ott a gazda, akit megkérhetsz, hogy fogd meg a lábát, és emeld innen ki, tartsd magasra, akkor neked kell ezt megcsinálni, mert védened kell a kutyádat, pláne ha már benne vannak ebbe a pörgésbe, forgásba. Tehát ezt érdemes szintén a hangon kívül is gyakorolni, hogy hogyan tudok egy relatív gyorsan mozgó kutyának a hátsó lábait elkapni. Ugye hát ismétlés a tudás anyja, azért mondtam, hogy játékos helyzetbe gyakoroljátok a saját kutyátokon, mert utána azért egy dicsérettel, ugye a stresszkezelési technikával, ami megvan osztva az interneten, a Gazdis e-könyvemben, amit megtaláltok a Facebook oldalon, abban is benne van a stresszkezelés, illetve lesz majd most hétvégén, nyílik a kutyaiskolám, végre valahára nem csak a magánoktatásokban fog tudni segíteni a gazdáknak, hanem helyszínt is tudok nekik biztosítani, és akkor például fogunk tudni gyakorolni. Tehát ott lesz egy előadás 3 óra környékén, most így hirtelen nem is tudnám megmondani nektek, ami a stresszkezelésről szól, hogy például egy ilyen kutyatámadás esetén hogyan viselkedjek a kutyámmal úgy, hogy ő minél előbb el tudja felejteni ezt az eseményt. Tehát gyakorlásképpen a játékos helyzetekben, ha én gyakorlom, hogy kapjam el a kutyám lábát, és hogyan emeljem azt ki, utána ugye, ha elengedem, akkor meg tudom egy kicsit dicsérni, vagy játékra hívni, vagy bármi, tehát benne nem okozok azért ekkora stresszt, viszont gyakorlásnak kiváló. Hogyha érkezik közben bármilyen más kérdés, annak azért én nagyon örülök, mert így igazából csak beszélek a dolgokról, megosztom a tudásomat, de ez egy kérdezfeleles műsor jobb esetben, úgyhogy várom még mindig a kérdéseket, bármi hangozna el, már jött is egy, ennek nagyon örülök, ezt is elolvasom. Ha már a kutyám a kezemben van, a karomban szorítom, akkor magamat hogyan védjem meg a kutyustól? A kutyámat már nem érje el a másik, de nekem még nekem jöhet. Igen, ez egy nagyon jó kérdés, köszönöm, Dia, a kérdést. Tehát, hogyha én, mint gazda, sikerült ugye a kutyámnak biztonságos területet nyújtanom, és én úgymond veszélyben vagyok, mert azzal, hogy tartom a kutyámat, és a másik fél még mindig támad, akkor igazából valahol rosszat teszek. Tehát sokkal jobb egy ilyen helyzetben inkább elengedni a kutyám, és úgymond hagyni, hogy meneküljön, mert tényleg jobb esetben lefutja, pláne ha tudod, hogy a kutyád nagyon jó futó, inkább meneküljön el, mert ahogy említettem, haza fog valószínűleg szaladni. Reméljük, hogy jól nevelt, ugye, és a járdát is tudja, nem kap akkora sokkot, de ha mégis azt érzed, hogy te a saját testeddel akarod védeni a kutyádat, vagy magad mögé tudtad parancsolni, rá tudtad venni arra, hogy ő úgymond háttérbe szoruljon ebbe az eseménybe, és te előre akarsz lépni, akkor ugye ott általában az ember egy ilyen guggoló pozícióban van, ezt is megpróbálom valahogy megmutatni nektek, tehát egy guggoló pozícióban vagy, amiben próbáltad védeni a kutyádat, akkor az az első, hogy oldalra teszed magad mögé, és megpróbálsz minél nagyobb felületben elindulni a másik kutya felé. Szintén azzal a hanglejtéssel, vagy hanghordozással, amit említettem a műsorban, tehát egy mély, csattanásszerű hang. Az előző alkalommal volt szó arról, hogy büntetés, és hogy a mély csattanó hangok közül mi az, amit még érdemes használni, hogy ez volt a taps.
Tehát a taps is, hogyha jól csinálod, és elég hangos tudsz lenni, nem tapsikolni kell, hanem egy minél nagyobbat tapsolni, az is kizökkentheti a másik kutyát. Tehát, hogyha te a testeddel véded a kutyádat, mert így alakult a helyzet, és nem jut más eszedbe, és nem akarsz fölelni, és te is félsz, akkor is még meg tudod tenni, hogy egy ilyen hanggal kizökkensd a másik felet. Ugye ebbe tartozik bele, amit említettem, a menj innen, de ennek is egy mély, ilyen rövid verziója, vagy a takarodj, ugye, mert ilyenkor inkább ez jut eszünkbe, azt is sem úgy mondom, hogy takarodj, takarodj, hanem úgy, takarodj! Ez az a hang, amit érdemes gyakorolni otthon, mert ez nem jön ki mindenkiből. Kaptunk még egy kérdést. Hogyan előzzük meg a dominálást, és abból következett harcot? Ez is egy nagyszerű kérdés szerintem. Tehát, hogyha az én kutyám egy dominánsabb kutya, ugye? És lehet, hogy ezzel a viselkedésével kiprovokál igazából egy ilyen kutyatámadást, akkor a prevenció az a megoldás. Ahhoz, hogy az én kutyám szociális legyen, ahhoz ugye szükségem van egy jól felépített tematikán keresztül a nevelésére, már kiskorától, vagy amikor igazából eszedbe jut, vagy amikor már megvannak erre a lehetőségeid, egy befogadott kutya esetén, aki esetleg idősebb, akkor ugye onnantól kezdve, hogy hozzád került, tehát egy felépített tematikával te meg tudod előzni, hogy a te kutyád így viselkedjen, ami ugye a kommunikáció múlik, a megfelelő irányítási hármas egységen, ugye én ezekben a hármas egységekben dolgozom, tehát hogy ki kezdeményezhet egyáltalán úgymond a ti családotokban, falkátokban. Tehát hogyha te vagy a kezdeményező majdnem minden esetben, ugye, tehát nincs olyan, hogy a kutyád játékot hoz oda, és akkor te már pattansz is, vagy ugye szól és csenget, hogy ki akar menni, be akar jönni, éhes vagyok, sétáljunk, vagy bármi egyéb, de főleg a játékra hívás és a kunyerálás az, amit a kutyák kezdeményezni szoktak, és ezt nem hagyod ezt a kezdeményezést, hanem ezeket általában te kezdeményezed, és úgymond te invitálod meg a kutyádat ilyen eseményekre, akkor jó esetben, ha belekerülnétek egy ilyen kutyatámadásos helyzetben, akkor rá tudok szólni a kutyámra, hogy azért ne felejts el, hogy majd én kezdeményezek. Ha én vadászni akarok veled, majd szólok, hogy menjünk és úgymond támadjunk meg valakit. Illetve, ha én úgy érzem, hogy veszélyben vagyok, akkor is én invitálom meg a kutyámat arra, hogy ő védjen meg engem. Egészséges kutya-gazda kapcsolatban nem a kutya az irányító, és nem ő a kezdeményező. Tehát ha van ilyen a bárkinek, aki nézi ezt a műsort, hogy a kutyája esetleg provokatőr, ugye, akkor érdemes ránézni a gazdis e-könyvre, hát ha segítséget nyújt ezeknek a korrigálásában, illetve természetesen, ahogy említettem, megnyílik a kutyaiskola helyszínügyileg, érdemes ellátogatni, vagy megkeresni engem telefonon, vagy e-mailben, vagyis hát messengeren, és én nagyon szívesen segítek a megelőzésnek a felépítésében, illetve hát ha már ugye már nem megelőzésről beszélünk, mert a kutyát provokatőr, akkor ennek a problémának a kezelésében. Ha lesz még kérdés, azt hiszem kaptam rá egy lájkot, vagy nem is tudom, ki lájkolta, de remélem, hogy meg tudtam válaszolni a feltett kérdésekre a megfelelő választ, igen, tehát hogy kielégítő volt, amit mondtam. És amíg nem érkezik kérdés, addig akkor egy kicsit térjünk vissza még egy-két ilyen kezelési technikához. Hát ott tartottunk, hogy amit nem érdemes csinálni, az a nemi szervekre irányuló támadás a terészedről. Hát ugye mondják, hogy ilyenkor a kutyák azért kizökkennek, és szintén adott esetben hátra kap. Tehát ha esetleg létezik olyan, hogy te azt mégis csinálod, akkor megint csak veszélybe sodrod önmagadat és a kutyádat. Jött még két hozzászólás. Azt mondja, hogy Török Bálinton élek, előfordul, hogy összetalálkozom gazdátlan kutyával, ami valahogy azonnal bizalmatlansággal, bizonytalansággal tölt el. Hogyan viselkedjek okosan, hogy a kutyának ne jusson eszébe nekem jönni, vagy sunyin oda csípni? Illetve a másik, hogy és ha nem én vagyok a gazda, és még egy. Várjál, igen, mert hogy te nem te vagy a gazda,
ez még egy korábbi kérdés volt, ugye, hogy hogyan előzzük meg a domináns viselkedés mondjuk a másik félről, értem, tehát ha nem te vagy a gazda, hogyan ismerjük fel azt, ha egy kan blöki dominálni szeretne, és mi meg szeretnénk előzni ezt a dolgot. Köszönöm, hogy egy kicsit kifejtettétek ezeket a kérdéseket. Tehát nem én vagyok a gazda, de látom ezeket a domináns, még nem látom, megbeszéljük, hogy mi alapján látod, hogy egy kutya dominánsan közeledik. A domináns szóval is azért vigyázzunk, mert az egy kezdeményező készség is, tehát nem feltétlenül jelent agressziót, tehát a dominancia az nem egyenlő az agresszióval, azért ezt tegyük tisztába mindenképpen. Tehát én nem én vagyok a gazda, akinek így viselkedik a kutyája, hanem ugye a másik kutya az, aki úgymond agresszívan lépne fel, akkor az elhangzottaknak megfelelően a minél nagyobb testtartás, szemkontaktus tartása azzal a, hát akkor mondjuk így a domináns féllel, aki próbálkozik, az általában azért elveszi a kedvét a másik jószágnak, hogy támadást is indítson. Tehát egy kizökkentő hang, egy taps, egy mély hordozású, rövid akár egy köhintéshez tudod mondjuk hangosabban is abszolválni, ugye ez az utcán történik valószínűleg, és hát itt elég nagy a zaj, tehát neked azért egy olyan fellépést kell tudnod hangban is biztosítani, ami feltűnő és felkelti a másik félnek a figyelmét. Mire kelti föl? Arra, hogy minket nem érdemes megtámadni, mert sokkal erősebbek vagyunk. Illetve, hogy a török Bálinton lakó, pillanat, igen, hogyan ne jusson eszébe nekem jönni, ez ugyanaz az a válaszra, ami már elhangzott, az a testtartáson és a hanghordozáson múlik. Tudom javasolni, hogy egy úgynevezett hangpótló fegyvert is magatokkal tudtok vinni a sétákra, hogy olyan területen éltek, ahol viszonylag gyakori a kóborjószágoknak, vagy az önsétáltató kutyáknak a mennyisége, akkor egy olyan eszközt is magatokkal tudtok vinni, ami helyettetek, a mély hangotok helyett biztosít egyfajta olyan rövid csattanásszerű mély hangot. Ez pedig lehet egy műanyag palackban egy pár kavics. Ha egy kicsit több és van súlya, az nem baj, mert a kutya elé ledobva, a támadó kutya elé ledobva, ugye az már felkelti a figyelmét, és egy kicsit hátrálni fog. Na most, ha már a hátrálásról beszélünk, amit semmiképpen nem csinálunk, ugye a pórázon tartjuk a kutyánkat, nem csináljuk, elengedjük. Nem kapjuk fel a kutyánkat az ölünkbe, mert zsákmányt csinálunk bele, ezt se csináljuk. Amit még nem csinálunk, az az, és én próbálok kicsit oldalt fordulni, hogy bármilyen formában is meghátrálok. Egy kicsit sem lépek hátra, mert ez a kutyák világában ugye a megadást fogja jelenteni. Ha nem vagy egy domináns ember, ugye, tehát egy kezdeményező és aktív valaki, akkor amivel még el tudod kerülni ezeket a helyzeteket, az a kis testfelületnek a mutatása. Mert ha én kutya vagyok, már pedig a kutyák, ahogy említettem, kódolva, nem agresszívak, tehát ha ő támadónak lát téged, lehet, hogy csak magát akarja megvédeni, ebben az esetben még meg tudod neki úgymond mondani az ő nyelvével, tehát testbeszéddel, hogy te nem vagy veszélyes. Ennek a módja a következő. Minél kisebb testfelületet mutatok. Ugye az oldalirányú tartás, azzal azért vékonyabb is vagy. Szokták mondani, hogy elöldeszka, hátul létsz. Tehát az az ember, aki szemből ekkora, oldalról fele akkora, ugye, mert ilyen a mi testalkatunk, illetve ilyenkor nem nézek a kutyára, mert ahogy mondtam, az egy fenyegetés. Tehát ha te elkerülni akarod ezt a dolgot, és nem látod igazán komolynak azt az eseményt, hanem egy kóbor kutya, aki inkább önmagát próbálja védeni, akkor a kis testfelülettel egy legugolással, tekintet elfordításával, azért lásd, hogy mi történik természetesen, de ne vegyél föl szemkontaktust, egy kicsit elfordulsz, akkor te azt fogod neki mondani, annak a jószágnak, hogy én nem vagyok veszélyes. A legtöbb kutya, amikor a játék közben is, meg hát elég sok esetben, amikor összetalálkoznak,
A kevésbé domináns fél, az meg fogja adni magát. Amikor ő megadja magát, akkor a hasát, vagy a leggyengébb, legsérülékenyebb oldalát fogja megmutatni a támadó félnek, akinek ettől azért elmegy a kedve, hogy támadjon, hiszen a cél nem feltétlenül a gyilkolás. Azért ezt tényleg tisztázzuk, mert agresszív kutya úgy nincs ki, van, nem neveltem nagyon félre, egy rosszul működő őrzővédő gyakorlattal, ugye, vagy rosszul felépített őrzővédő gyakorlattal, akkor se fog így viselkedni, hogyha nem ő a kezdeményező a családban, akkor normál esetben egy ilyen helyzetben, amikor a másik fél megadja magát, akkor ők elfogadják ezt, hogy alárendeltetett ugye a támadott fél az ámadó által. Tehát akkor ők szintén abba hagyják ezt a dolgot. Bár nekünk volt pont egy ilyen esetünk, és Manókával, aki ott heverész háttérben, nagyon kis cuki. Tehát az történt, hogy mi sétáltunk az utcán, egy háznak a tövében szaglászott, és a másik oldalról pont érkezett szintén egy kutya, szintén szaglászva, és ott a sarkon pont összeszagoltak. Na most Xi, ahogyan meséltem, mint alárendelt egyed, azonnal eldobta magát, de a hirtelen sok, ami ezzel az eseménnyel a másik félben kialakult, az egy automatikus harapást generált hasba. Tehát ilyen is előfordul, tehát én azért nem javaslom a megadó testtartásokat, mert még egy olyan kutya, aki ténylegesen céltudatosan rád megy, és azt látod, ugye a testjelzéseinket mindjárt átbeszélünk, ilyen hamar eltelt ez az idő, akkor inkább egy domináns, vagy egy aktív fellépés az, ami inkább javasolt. Nézzük még azt, igen, kérdés, egy pillanat. Ja igen, a domináns jelzések, mert akkor azt még beszéljük át, legfeljebb a következő alkalommal folytatjuk ezt a témát. Tehát a domináns jelzések a következők. Ahogyan mi magunk is, és a tanács szerint működik, egy feszes és nagynak tűnő, ugye borzol ilyenkor a kutya, a fülei azokat nem lecsapja, hanem abszolút befeszítve egyenesen fogja tartani abba az irányba, ugye, meg a szemét is abba az irányba tartja, akit éppen úgymond meg akar támadni. Tehát te szemből látod azt, hogy az a kutya, amelyik feléd érkezik, az egy nagyon tudatos, gyorsan mozgó, ilyen izmai feszülnek, hiszen támadást akar, és az összes energiáját ebbe akarja belefetszölni, azaz ebből látszik a fülein, a testtartásán és a szemén. Általában a szája ilyenkor zárva van, mert azt a pillanatot várja, ugye, hogy meg kinyithass és ráharaphasson valamire. De mondom, ez nagyon-nagyon ritka, hogy ilyen kutyával találkozunk, ha mégis, akkor talicskázós módszer, amit említettem, az a legtöbb esetben működik. Ha ez nem működne, nagyon szűkre kell tenni a teret, és fixálni kell tudni, akár a saját kutyádat, mert ugye ha őt megtámadják, és ő erre reakcióba ugye válaszol, nem okozhat sérülést a másik félnek, ő sem, mert akkor téged fognak följelenteni, hiszen te okoztad a sérülést, és bizonyítani nem fogod tudni, hogy az a másik fél támadott, ha csak nem pont tényleg egy videót készítesz, illetve, hogyha van ugye lélek jelenléted és bizonyíték gyűjtésként előkapod a telefont, és azonnal próbálsz, mert ugye valahogy kezelve van a helyzet, az elmenekülő gazda, vagy elmenekülő kutyáról és gazdáról videófelvételt készíteni, azért ugye a tetthely otthagyása azért megint egy kicsit árulkodó, tehát bizonyítékként fel tudod használni. Még egy fontos dolog, ami nagyon ritka, vagy hát nagyon kevés esetben képes egy gazda megcsinálni, de szívesen megosztom veletek, ez abban az esetben van, hogyha egyik technika sem működött. Se a megelőzés, se az éppen aktuális kizökkentés és kimozdítás, és a halálra rázásos, fejlenyomásos dolgot sem tudjátok valamilyen okból kifolyólag ugye eszközölni, de a másik félen, vagy akár ugye ha a te kutyád ilyen botor, hogy megtámadjon másik kutyát, akkor is hátulról közelítve a nyakörvét el tudod kapni.
De nem szabad húzni hátrafelé a kutyát, mert annál jobban feszül előre, ez az egyik, a másik, ha már megharapta a tiédet, vagy a tied a másikat, ezzel a húzással csak azt fogod elérni, hogy szakadjon ugye a bőr, tehát sérülést okozzon, nem ez a feladat, hanem a feladat az lesz, hogy a nyakörvét, ahogyan itt elkaptad, most itt próbálom itt megmutatni nektek, mondjuk itt van, tök itt van a kapucnim, tehát megfogod a nyakörvet, és nem hátrafele húzod, hanem fölfele, mert ettől is ugye elakadt a hangom, mert itt, ahol a fületöve van, és összeér a kutyának is, és ott föl tudod őt egy kicsit, meg meg tudod őt nem emelni, csak egy kicsit, ez egy folytási állapot, ez az, amikor ténylegesen folytod a kutyát, azzal a céllal, hogy oxigén hiányos állapotot idézzél elő. Én ezt mondom, nem különösebben javaslom, pláne nem egy laikusnak, de ha nincs más, jusson eszedbe, hogy az a kutya, mert előfordult el, olyan kutya támad meg, akinek szándéka a gyilkolás, azt ezzel az oxigén hiányos állapottal akkor is ki fogod tudni, vagy meg fogod tudni oldani ezt a helyzetet, mert ugye ájulás az eredménye, és akkor ereszt. Tehát nincsen más mód. Ezen egy vagy másfél percben még, hogyha jött a kérdés, a sunyiság minek a jele? Hát a sunyiság alatt kérdés, hogy az ember mit ért. Én azt gondolom, hogy a sunyiság alatt azt értjük, hogy a testjelzéseiből nem 100%-osan levonható az a következtetés, hogy ő támadni fog, és mégis támad. Amit említettem, a vonatsine környéki ilyen viselkedés, vagy a kutyatámadás, ami minket ért, abban pont egy ilyen kutya volt, mivel ő egy olyan helyi gettójószág volt, és nagyon otthon érezte magát, ezért ő úgy is lépett föl, hogy ő nem feltétlen azzal a halálos szándékkal, hogy ő most kinyírja a másik felet, hanem inkább amúgy a területét próbálta védeni, és ennek okán a testjelzéseiből nem annyira látszódott, amiket elmondtam, testjelzések, hogy ő támadni fog. Ha mégis, mert ugye én megpróbálok elmenni egy ilyen kutya mellett, tehát jön egy olyan kutya, akiben nem egészen vagyok biztos, mert a testjelzései, a farok nincs fönt nagyon magasan dominálva, hanem mondjuk lejjebb van. Ugye? Mert ez mondjuk jelzés, és nem az aktív támadásnak a jele, hogy én nagy vagyok, mert akkor ugye a farkuk is magasra emelkedik, hogy a hátsó szagok, amik ott nekik vannak, azok úgy szabadon tudjanak áramolni, és információt biztosítson a másik félnek, hogy én most téged megeszlek, ugye ez náluk ott jelenik meg, mint vagy nálunk az izzadság itt, hogyha idegesek vagyunk, vagy ugye agresszívak, az a kutya esetén ez a hátsó fertely, ezért is emelik magasra a farkukat, illetve ezzel jóval nagyobb testfelületet próbálnak meg ugye mutatni magukból a szőrborzolással együtt. Tehát ha nincs magasan a farok, és nincsen szőrborzolás, és nem szögelődnek előre a fülek, nincsen fixírozás szemkontaktus a zsákmányállattal, hanem ezek elmaradnak, mondjuk ezt neveznénk sunyi kutyának, és én ezért el akarom őt kerülni, ugye, és ő mégis megtámad, mert ugye az a sunyi kutya, akit ha én elkerülök, akkor ő hátulról fog minket megtámadni. Annak a kezelése akkor is, és szintén az, ami már elhangzott, hogy egy csattanásszerű angol magas testfelülete egy közeledéssel, kis távol, kis hátrálással legyen benne, menj oda, és tegyél azért, hogy megvédd a kutyádat fizikailag, és akkor valószínűleg még egy sunyi kutya is föl fogja adni ezeket a próbálkozásokat. És azt hiszem, nincs is több kérdésünk, és hogyha az órára nézek, szerintem nálatok is ugye 6 óra van, nem is tudom máshova, hova nézek. Köszönöm, hogy ilyen sokan néztetek, remélem, hogy jövő héten is találkozunk. A szavazások alapján talán a szeparációs stresszről fogunk beszélni. Ha bárkinek még kérdése lenne a kutyatámadásokkal kapcsolatban, annak szívesen várom utólag is a Messengeren az üzenetét. Köszönöm, hogy meghallgattatok, remélem kielégítő volt és hasznos a számotokra. Minden jót és szép napot! Sziasztok!